A román önkéntes orvosokból és asszisztensekből álló csapat több mint két hetes misszió után tért haza az olasz koronavírus gócpontból Lombardiából. Céljuk az volt, hogy segítsék az olasz egészségügyben dolgozó kimerült kollégáikat. Április elején utazott a 15 fős orvosokból és asszisztensekből álló csapat Olaszország egyik fertőzött régiójába, Lombardiába. A résztvevők önként vállalták, hogy munkájukkal segítik a helyi, kimerült egészségügyben dolgozókat a koronavírus elleni küzdelemben. A több mint két hétig tevékenykedő romániai csapatot Kászoni Mária, a Marosvásárhelyi Smurdon dolgozó paramedikus is erősítette, aki híradó megkeresésére beszámolt az olaszországi helyzetről és az ott szerzett tapasztalatairól. Această experiență a mea a fost unică, atât pentru mine, cât și pentru colegii mei din. Ez egy egyedi tapasztalat volt számomra, nekem és a kollégáimnak az országból, akikkel 18 napot töltöttünk a misszióban. Egy tapasztalat, amiből sok mindent meg lehet tanulni, pozitív dolgokat, és természetesen azt is, hogy miket tudunk hasznosítani itthon azokból, amiket ott megtanultunk a járványról. Munkájuk során az intenzív osztályon több pozitív teszteredménnyel rendelkező beteggel találkoztak. Kiemelte, fontos, hogy a beteget emberként kezeljék, egyformán gondoskodjanak róluk, hisz csak egyetlen különbség van köztük, hogy az egyik védőfelszerelést visel, a másik pedig nem. Abban reménykedik, hogy ha betartjuk a hatóságok kiírásait, itt Romániában sikerül kiküszöbölni a bekövetkező fertőzéseket.